Ebben a videóban egy kitalált csapatba fogom leigazolni a legjobb ingyen igazolható játékosokat. Ezután megpróbálok velük minél jobban teljesíteni egy bajnoki szezonon belül. Először készítsük el a csapatot. Azért lehettem volna kreatívabb is. Na mindegy. Ezt a csapatot betettem a francia ligába, és kezdődhetett a szezon. Ha tetszik, amit csinálok, dobjatok mindenképpen egy lájkot, és iratkozzatok fel. Na de kezdjük is az átigazolásokat. És akkor srácok, itt van a Free FC, hát elég hülyén jön ki ez a név, de tök mindegy, nézzük, hogy milyen játékosokat tudunk leigazolni. Hú, hát azért itt van bőven. Őszintén nem tudom, hogy kit lehetne leigazolni, aki jobb lenne a jelenlegi kapusunknál. De megnézzük Ivusicsot. A védőknél ugyanaz a helyzet, mint az előbb. Egyedül Langot ismerem. Megnézzük Kevin Alvarezt is. Na de áttérünk a középpályára, itt azért van pár ismerősebb név. Afif már más sorozatomban is szerepelt. Antunát is megnézhetjük. Chavez-t egyértelmű, hogy le kell igazolni. Van itt egy Kajmár is, aki szintén jó lehet. Itt Buffal szerintem a legnagyobb név az összes közül, de van egy Jesus Corona, aki szintén jöhetne hozzánk. Kicsit begyorsítottam, mert vágás közben is majdnem elaludtam. Szóval itt elég sok játékos sikerült leigazoljak, és akkor itt van a kezdőcsapat, hát nem tudtam ennél jobbat összerakni, az a helyzet, hogy túl sok csatárt és támadót vettem, kevés védőt. Kezdjük el a bajnokságot, és nézzük meg, hogy ezzel a szedett-vedett csapattal mit tudunk összehozni a francia első osztályban. És akkor kezdődjön a bajnokság, nézzük, hogy a Rennes ellen mit tudunk összehozni. Őszintén nem tudom, hogy ezzel mit kezdjek, de talán ha begurítanám a labdát, de nem, hiába gurítjuk be, mert tök mindegy. A 47. percben az ellenfelünk 11-eshez jutnát, ezt valahogy ki tudnánk védeni. Ottya világ. Az jó kis passz, ez is jó még, Buffal, előjük és ott az egyenlítés. 71. percben kiegyenlítünk. És 1-1-jel zárul az első meccs, ami azt jelenti, hogy egy pontunk van. És akkor kezdődhet a Marseille elleni meccsünk, hát az egyáltalán nem lesz könnyű meccs, csak ugyanúgy, mint az első. Az baj, Aubameyang elmegy a védők mellett, a kapusra kijövünk, és mi a fenét csinált ez a kapus, hát könyörgöm. Buffal, na nézzük Buffallal, mit tudunk csinálni. Buffal! És azt hittem, hogy gól lesz ebből, hát Bernardnál a labda, Bernard. Az be kell lőni. Bernard, Jesus Christ. 11-eshez jutunk, ezt jó lenne gólra váltani. Bal felső sarok, easy. Legalább a második meccsen is kihoztunk egy döntetlen, de szerintem többet is érdemelhetünk volna. A következő meccs a Nice ellen lesz, méghozzá hazai pályán fogunk játszani. Szöglethez jut a Nice, ezt kellene valahogy kivédekezzük. Csak már beadná, akkor könnyebb dolgunk lenne. És a kapus kezében marad. Elhozzuk a védő mellett, Todibó nem tud velünk mit kezdeni, Buffal, és hihetetlen, hogy ez kivédi a Nice kapusa. Chaveznél a labda, tovább passzoljuk, az még nem is rossz. Kalmár, Kalmár, és Kalmár lövését is kivédi a kapus. Labort hozhatja, és egy az egyben jöhet a kapusra. Az pedig bemegy. És így lesz vége a meccsnek, hogy kikapunk. Volt egy csomó helyzetünk, és nem tudtuk kihasználni. Javítani tudunk méghozzá a Monaco ellen. Hát ha a Nice nem tudtuk megverni, akkor Monacóval nem tudom, mit fogunk csinálni. És az még jó is lehet Kalmárnak. Na Kalmár, ott van Kalmár! Ez is jó, Bernard. Nagyon jó, Bernard. Hú, mekkora gól! 83. perc, és így zavarjuk az ellenfelet. Chavez, az egy jó kis passz, Chavez kapja vissza, Chavezzel onnan ráküldjük. Sikerült megverni 1-0-ra a Monacót. Na srácok, hát itt van a tabella, az a helyzet, hogy nagyon le vagyunk maradva, szóval a döntetlenek azok nagyon jönnek egymás után, de legalább nem vagyunk kieső helyen. Most viszont egy olyan meccs következik, ami egyáltalán nem lesz könnyű, csak ugyanúgy, mint az előző. A Lyon ellen próbálhatjuk megszerezni az újabb 3 pontot, ez szép. Ez szép játék eddig, srácok. Said. Vissza kellene passzoljuk. Jó, Said. A másik Said, és a két Said megoldja. 1-0 a Lyon ellen. Koronánál van a labda, nagyon jó. Már mindjárt ott vagyunk a 16-oson belül. Beadjuk a labdát. Átmegy a túlsó szélre, Afifal visszapasszoljuk. Bernard. Kipattan, és ezt is kivédi a kapus. 3 ponttal vagyunk gazdagabbak a Lyon ellen, ezzel még esetleg előrébb is léphetünk a tabellán. A következő meccsünket a Lille ellen fogjuk játszani, ami szintén egy nehéz meccs lesz, de itt is, hogyha 3 pontot be tudnánk gyűjteni, akkor talán lépegethetnénk lassacskán előrébb. Elképesztő lehetőségünk van. 1-1-ben hozhatjuk a kapura, csak az a helyzet, hogy ideért a védő,
azt visszapasszolom inkább Bufál, és a kapus kivédi a labdát, de még mindig nálunk marad. Chávez, Kalmár, nem tudom mi legyen ebből, inkább átpasszoljuk Bufálnak, Bufál jól fordul le, és a lövés, ott van a gól, megvan a vezetés. Hát a kapus nem mozdult be sem erre, de én a jobb felső sarkot megcélzom, és kivédi. Hát ez vicc. Hát srácok, egy újabb 3 pontos meccs, a következő meccset a PSG ellen fogjuk játszani. Hát idegenben azért a PSG ellen nem lesz egy egyszerű dolgunk, de megpróbálok csak ugyanúgy mindent megtenni, mint eddig az összes meccsen. Mbappé, úristen, hogy úgy lefutja védőket, hogy hihetetlen, de Dembélé visszakapja Bernardo Silva, az nem jó. Az nem jó, hogyha még hozza a labdát, még mindig nála van, és lepattan a lövés. 33. perc, és egy óriási beadás Mbappé, és a kapus kivédi, nagyon jó. Jöhetünk egy kontrával, amit rögtön el is rontunk, hiszen Mbappé visszaszerzi a labdát. És 11-eshez jutunk, hát nem tudom, hogy a játék hogy adott nekünk 11-est. Ha ezt gólra tudnánk váltani, akkor az egy nagyon-nagyon jó dolog lenne. Nézzük, balra fogom lőni, és ez már egy vezetést érő gól. Mbappénál van a labda, jön a lövés, és a kapusunk megint kivéd. Ezen a meccsen aranylabdás kapusunk van kb. Bufál vezeti rá Kimpembére a labdát, és Bufállal elhozzuk. Ott vagyunk a 16-oson belül, jön a lövés, és megvan a második gólunk, majdnem azt mondtam, a vezetés, a második gólunkat szereztük a PSG ellen, hát innen nem hiszem, hogy visszajönnek. Az mekkora beadás volt, és Bernardo Silva-nak a második lövése már bemegy. És így lesz vége a meccsnek, 2-1-re megvertük a PSG-t méghozzá idegenben, és akkor vágjunk bele a Nice elleni visszavágóba. 34. percben Labornál van a labda, az egy jó legurítás. És a kapussal jó, hogy kijöttem a kapuból. Nem is tudom, hogy melyik védővel jöttem ki. Labort, atya ég. Papíron szólóban hozhatjuk a labdát, de hát itt van a védő rajtunk, úgyhogy ez nem igazán szóló. Sőt, el is veszik tőlünk a labdát. 85. perc, és megpróbálhatunk egy egyenlítéssel. Bufálnál van a labda, Bufál. Jöhetünk a kapura. Azt le kell gurítani. Bernard, és megvan az egyenlítés. 1-1 a 85. percben. A 86. percben még talán lesz egy helyzete a Nice-nek, de ez mellé száll, és így egyetlen egy ponttal távozunk a Nice-től. Nagyon szépen halad a bajnokság, és itt láthatjátok a tabellát. Hát szerintem már a PSG-t nem érhetjük be, de még másodikak lehetünk, hiszen csak 5 pont hátrányunk van a Marseille-hez képest. A Lyon már a 3. percben veszélyeztetheti a kapunkat, ha nem tudjuk megállítani őket. És szerencsére sikerül közbeavatkozni. Egyelőre az első félidőben még támadási lehetőségünk sem volt, de legalább meg tudtuk szerezni a labdát, amiből vezethetünk egy kontratámadást. Jól hozzuk ki. Bufál. És kéri is vissza. És kapja, csak az a helyzet, hogy egy picit kisodródtunk, vissza kellene hozzuk a közepére, és nem megy tovább Kalmárnak, ami egy nagyon nagy hiba, de közbe tudunk lépni egyelőre, úgy néz ki, és engedi a játék. A szép, Bufál, nézzük, Bufál, és megvan a vezetés. Úgyhogy piros lapot szereztünk, nem tudom mikor, mert én nem nyomtam semmit. A 88. percben vezetést szerzünk, és szerintem ezzel a góllal meg is nyerjük ezt a meccset. És így is van, megnyertük a Lyon elleni meccsünket, és újabb 3 pontot szereztünk. Az első meccset a Monaco ellen megnyertük, a másodikat pedig, hát az a helyzet, hogy most kell, hogy eldöntsük. Hol áll a játékosunk? Onnan akarja rúgni a szabadrugást? Az jó. És a lövés. Fú, hát ez nagyon-nagyon közel volt. Szerintetek mennyire könnyíti meg a dolgunkat az, hogy a játékban fekete és fekete mez van, és semmi különbség, talán annyi különbség van a két csapat között, hogy az egyiknek fehérrel írja a neveket, a másiknak meg pirossal. Jól jön a szabadrugás, jó lenne kifejelni, és gólt kapunk, hát ez vicc. És egy az egyben jöhet a kapura, a Monaco kapusra ki kellene, hogy jöjjünk, és kapufa, és nyilván a kipattanót belövik. 2-0-ra veszítettük el ezt a meccset, ami hát nem esik a legjobban. És srácok, itt van a tabela, ahogy láthatjátok, egyetlen egy meccs van hátra a szezonból, és még akár a 9. helyzettek is lehetünk, ha nagyon-nagyon elrontjuk ezt a meccset. Itt van az utolsó meccs, érkeznek a játékosok, és hát ez egy elképesztő meccs lesz. Dembélénél van a labda, és Dembélé nagyon gyors.
ott van a 16-oson belül, lehet, hogy ebből lesz egy passz, de nem. Mbappénál a labda, és ő most egy az egyben mehet a kapura. Kapura lövi, és hát 44. perc, és újabb szöglethez jut a PSG. Az komoly, és ki tudjuk védekezni. Nagyon jó, Buffal. Jön a lövés, és Donnarumma kivédi. Hát srácok, ez a meccs ennyi lett volna, kikaptunk, és imádkozunk, hogy a mögöttünk lévő csapatok nem nyertek meccset, mert akkor vissza fogunk esni a második osztályba kb. Úristen, hetedikek lettünk. Ott voltunk a negyedik helyén, és visszaestünk, pont az, amit mondtam nektek, hogy most már nincsen több meccs, és annyira szoros volt, hogy 12-nek is 46 pontja volt, nekünk meg 51. Hát annak ellenére, hogy nem volt valami jó csapatunk, szerintem eléggé helytálltunk. Jó, 30 pont hátrányunk van a PSG-vel szemben, de ez nem volt olyan rossz szezon. Köszi szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és szevasztok!